A mai videóban megmutatom nektek, hogy hogyan tudtok megereszkedett szemhéjat, ráncos szemhéjat kezelni, kicsit megemelni, hova rakjatok fényes vagy matt színeket. Kitérünk sok mindenre, úgyhogy ha érdekel titeket ez a téma, akkor tartsatok velünk! A mai videómban is itt van velem keresztanyukám Gyöngyi. Sziasztok! Ha esetleg lemaradtatok volna róla, akkor már készítettem nektek egy nagyon részletes videót az alapozásról, az alapozás előkészítéséről iratbőrön. Úgyhogy ha az érdekelt titeket, akkor mindenképp lássítok meg, belinkeltem a videó leírásába. Na de ma fókuszáljunk akkor konkrétan a szemhéjre, és kezdjük. Én egy picit a szemöldökre is fordítsunk figyelmet. Ez az Urban Decay Pro Blade, amit azért szeretek nagyon, mert két vége van, és az egyik vége az egy ilyen, igazából, hát ez filcnek néz ki, de nem filc, hanem nagyon-nagyon pontos, precíz szálakból álló ecset. És azért szeretem nagyon, mert ha így lerakod, nagyon-nagyon hasonló szálakat lehet húzni, mint hogyha természetes szálak lennének. Arra kell figyelni, hogy alul egy kicsit jobban lenyomod, utána pedig így fölemeled, és elhagyja a bőrt a kezem. Tehát úgy emelem föl, hogy lenyomom egy kicsit, utána egy ilyen mozdulattal visszahúzom a kezemet, és ezzel ilyen jó kis szőrt tudunk imitálni. Tehát alul a vastagabb, fölül pedig vékonyabb. Na, ezzel tudok a legtermészetesebben kiegészíteni egy szemöldököt, ami azért szempont, mert egy érett bőrnél általában azért a természetességre törekszünk, és úgy általában finomítani szeretném az arcvonásait, meg az egész szemkörnyéket, hiszen minél minimalistább úgymond a szemsmink, minél finomabb, annál finomabb lesz minden a környékén is, a szemöldököt is beleértve, az is minél finomabb, annál jobban finomítja az összképet, mert minél élesebb vonalakat húzol bele, annál jobban kiemeli az egyéb ráncokat, az egyéb éles vonalakat a környékén. Tehát már a szemöldöknél igazából indul az, hogy az összkép hogy fog kinézni a szemhéjon. Ezt pedig azért szeretem nagyon, ezt az Urban Decay-t, egyébként ez a Brown Sugar árnyalatban van itt nekem, mert ezzel tényleg nagyon-nagyon természetes kis szálacskákat tudok hozzá rakni a meglévő szemöldökhöz, és szinte meg sem mondanád, hogy egyébként kiegészítettem. A következő lépés, ezt már az előző videóban mutattam nektek, nagyon szeretem korrektor alá is használni az Izonának ezt a szemkörnyék ápolóját, viszont jó, hogyha ide a szemhéjre konkrétan is tudsz valamilyen olyan bázist, egy krémet rakni, amit már ismert, kipróbáltál, hogy a te szemed szereti, ami egy kicsit hidratálja és feltölti a ráncokat. Ezt én így nem is szoktam teribe a rollerrel, itt szem alatt igen, itt szoktam ilyen mozdulatokat csinálni, meg is csináltam a korrektor előtt, aztán betapogattam. Ide viszont inkább csak úgy, hogy kikenek a kezemre egy kicsit, és utána innen veszek föl nagyon keveset, fölhúzom egy kicsit a szemhéját, és ide átrakom az anyagot. Azért így átrakva, mert itt tényleg keveset tudok fölvinni, véletlenül se legyen túl sok, meg túl csucsogós, és véletlenül se forduljon elő olyan, hogy belefolyik a szembe, vagy mondjuk csípni kezdi, vagy ilyesmi. Erről azt mondják egyébként mások is, véleményeket olvastam a Krémánián, hogy nem szokott senki se csípni, és ezt kifejezetten ajánlják smink alá is egyébként. Ez egy kicsit segít, hogy feltöltsük a ráncokat, egy kicsit hidratáltabb legyen a bőr, mert minél jobban kiszárad, ugye annál jobban láthatóvá válnak a ráncocskák is. Na, a szemhéj bázis most egy kicsit eltérő lesz, mint amit mindig szoktam nektek mutatni, mert most konkrétan érettbőrre vagy ráncos szemhéjre gondolok, és a ráncos szemhéjek nem csak azoknak, akik idősebbek, hanem vannak olyanok, akik genetikailag ráncosabb, meg rejtett szemmel rendelkeznek, úgyhogy azokra is érvényes ez egyébként. Az egyik, amit mindig szoktam nektek mutogatni, ez az Urban Decay Primer Potion, na ez az, amit most nem fogok használni, ugyanis én ezt nagyon-nagyon-nagyon szeretem, viszont a szín árnyalatú Primer Potionnek van egy kis fénye. És hogyha ezt a fényes szemhéjalapot felhordom, magukat a ráncokat, ezt itt nagyon-nagyon ki fogja emelni. Úgyhogy őt most elfelejtjük. Viszont egyébként az Urban Decay-nek van egy anti-aging verziója is, hogyha valakit érdekel. Az direkt erre lenne való. Ami fontos tehát, hogy érdemes nem fényes szemhéjalapot választani, főleg nem ilyen kis csillivilliset, ilyen csillámokkal rendelkezőt, hanem inkább egy mattot, és abból is jó, hogyha színezett, amit választasz, mert a színezet pedig tud egy kis egységesítést adni az elszíneződött szemhéjnak. Például a MAC-nek is vannak ezek a kis paint potjai. Ez a kis pici árnyalat például pont jó arra,
hogy ha ezt felkenem a szemhéjre, akár egy újbeggyel, akkor ad egy kis színezettséget, és elfedi, hogyha esetleg valami miatt elszíneződött a szemhéj. Ennél egyébként van bőrszínű árnyalata is, most jelen esetben nekünk akár ez is megfelelő lenne, de ha valaki nagyon világos bőrű, akkor lehet, hogy ez egy kicsit erős színű. Szóval vagy ezt rakod rá, például egy tippnek, de erre meg érdemes rárakni egy nagyon-nagyon finom, de tényleg nagyon-nagyon finom őrleményt, port, azért, hogy egy kicsit kevésbé legyen ragacsos. Erre például a Helmnak ez a Lightning Secret Eye Powder teljesen jó. Ez ilyen kis finom őrlemény, de nagyon-nagyon kis finom, ha belenyúlsz, alig érződik. Na ez például megfelelő arra, hogy egy nagyon picikét a már fölrakott kis krémes, ragacsos fénypotot nagyon picit így leporold, és akkor ezen könnyebb egy kicsit utána satírozni. Hozzátenném azt, hogy egyébként, amikor a szemhéjalapot így egy kicsit leporolod, akkor viszont rontod annak a hatékonyságát, ahogy a következő por a szemhéjpuder bele fog tapadni. Tehát ha nagyon ütős minket szeretném, akkor jobb nem leporolni, de akkor nehezebb lesz egy kicsit rajta satírozni. A másik variáció pedig egy krémes szemhéjbázis lehet például. Ez a Danessa Myrix Nudes családjából a Nude 3-as. Ezt lehet ugye korrektornak is használni, szemhéjbázisnak is, alapozóba keverni. Ez ilyen több funkciós termék, de szemhéjbázisnak is fantasztikusan jó, és ráadásul színezett is, úgyhogy ez a Nude 3, ez lesz most az én választásom ma. Na és akkor ezt is úgy szoktam használni egyébként, hogy kinyomok egy picikét a kézfejembe, vagy alapozó keverő tárcára is lehet természetesen, és akkor egy újbeggyel egy picikét fogok, és felrakom ide a szemhéjra. De ebből nagyon kevés kell, viszont arra figyelek, hogy mindenhova kerüljön. És arra is nagyon figyelni kell, hogy így oda-vissza mozgasd a bőrt, hogy tényleg minden kis ráncocskába, repedésbe betapadjon, be tudjon jutni. És ahogy látjátok, ez így jól le is egységesítette egyébként a szemhéjat, és ezáltal egy kicsit kevésbé tűnik ráncosnak is, mert ugye az árnyak, a mélyedésekből keletkező árnyak, vagy az elszíneződések eltűntek, és tényleg egy ilyen egységesebb vásznat látsz, tehát már is egy picivel kevesebb ráncot látsz. Egyébként még egy beauty blenderrel, egy enyhén benedvesített beauty blenderrel is érdemes a szemhéjalapot egy kicsit eldolgozgatni. Ez azért lehet jó trükk, mert egyrészt nagyon szépen, ahogy itt tapogatod, el tudja teríteni az anyagot. A másik pedig az, hogy a beauty blender valamennyi anyagot vissza is szokott hozni, ami jól jöhet olyan szempontból, hogy a fölösleg nem maradott. Azt a trükköt is követheted, hogy nem alapozózol előre, hanem először megcsinálod a szemhéjén a sminket, és hogyha leporoltál, akkor egy ilyen krémesebb állagú szemránckrémmel és egy beauty blenderrel törölgeted itt át, mert a krém jól fel fogja oldani és jól le fogja szedni, miközben ápolod is egy kicsit, nem szárítod ki, le tudod jól takarítani, és amikor tiszta, akkor pedig ráalapozózol, meg korrektorozol. Hey, púder szín választásával kapcsolatban mondanék egy pár trükköt. Egyébként, ha érdekel titeket, majd egy külön videóban kitérek erre is, hogy színtípusok, meg évszakok, meg mit tudom én. Most igazából csak azt figyeljük meg, hogy mi az, ami nagyon elütne az ő bőrétől, illetve életbőr szempontból miket szoktam figyelembe venni. Nyilván egy életbőr sminknél általában, aláhúzva háromszor, mert biztos tudtok kivételeket mondani, akinek másképp áll jól, de általában melegíteni szeretném az egész arcot, finomítani, üdíteni, semmiképp se lesápasztani, leszürkíteni, leöregíteni, tehát pont az ellenkezőjét szeretném, ugye? Ezért nem szoktam nagy kontrasztokat választani. Értem ez alatt, hogy például azért általában egy teljesen szürkés, fehéres palettát valószínűleg kerülni fogok, ha csak nem indokolja valami. A másik pedig, hogyha világos színt akarok választani, akkor valószínűleg nem egy ilyen hideg fehéret fogok választani, hanem például egy picivel azért ennél melegebb árnyalatot, egy picikét bézsesebbe hajló árnyalatot. Remélem kamerán keresztül látszik az árnyalatnyi különbség, de van különbség, tehát ez nem ridegít le annyira, mint a hófehér. Ezen kívül pedig a fekete helyet, vagy a nagyon-nagyon sötét szürke helyet, biztos, hogy inkább egy sötét barna fele húz majd a választásom, akár ennél sötétebb is lehet, de mindenképpen inkább melegebb, inkább barnább irányba, mint rideg irányba.
ugye, hogyha ezt ide rakom emellé, akkor az egésznek van egy sokkal leszürkítőbb, leridegítőbb hatása, ha pedig ezt rakom a bézsas mellé, egyből melegebb az egész összkép. Nagyon-nagyon sokat számít. És akkor, ha konkrétan most Gyöngyit nézzük, akkor nézzük meg az ő színeit is. Ugye ott tartottunk, hogy az biztos, hogy a konkrét hideg irányt ki fogom lőni, tehát ez a szürke, fekete mehet. De akkor legyen egy meleg irány? Megörülhetnénk, hogy de jó, hát ez a MAC Flamboyant paletta, ez pont egy direkt meleg paletta. Na jó, de ha megnézem az ő színeit, akkor szerintem ez meg már túl meleg, túl piros. Azért ennyire nem meleg, tehát nem latinos irányba kell sminkelnem. Hogyha megnézzük az ő színeit, akkor inkább nem a kreol bőr irány, hanem inkább ez a mézes irány. Ilyenkor érdemes megnézni egy kicsit a szemet jobban, a hajban, hogy miket vélsz felfedezni árnyalatokat. Ha mellé rakom a Honey palettát, akkor az ő szemének árnyalatait is fel tudom itt fedezni. Kicsit csalok és megmutatom, hogy az ő hajában is vannak kis aranyló kis szálak, úgyhogy ez abszolút jó lesz nekünk. Melegebb irány, de nem az a nagyon klasszikus Jennifer Lopez kreol bőrű irány, hanem ez egy ilyen visszafogottabb, de ilyen kis mézes beütésű. Ha megvan a megfelelő paletta választás, még mindig ott a kérdés, hogy fényeset vagy mattot válaszunk leginkább. Na most általában, amik vannak fényesek, azok nem annyira intenzív, nem annyira túlzó fényesek úgymond, tehát nincsenek benne hatalmas csillámok, meg ilyesmi, úgyhogy ilyen fényest nyugodtan lehet használni akkor, hogyha jó helyen használod, és meg is fogom mutatni mindjárt, hogy mire gondolok. Viszont itt jön még egy téma a képbe, a minőség. Hát igen, képzeljétek el, hogy ilyenkor egy bizonyos kor fölött azért úgy biztos mindenben érezzük, hogy a minőség egyre fontosabb, de a sminkben is. Tényleg arra van szó, hogy mondjuk egy jó minőségű szemhéjpuder palettában általában könnyedebbek a színek, egész egyszerűen általában finomabbak, finomabb örlemények és könnyebbek. Szó szerint, gramra. Tehát itt arra értem, hogy gondoljátok bele, hogy a szemhéj az egyik legvékonyabb területe a szemednek. És amikor már nincs elég tartás a feszessége, mert már egy kicsit megereszkedett, mert már nem 18 éves, mert már egy kicsit ráncos is, akkor még fontosabb, hogy maga az állaga a terméknek ne kezdje még jobban lenehezíteni és még jobban lehúzni. Úgyhogy ilyenkor már érdemesebb belefektetni egy drágább szemhéjpúder palettába, és a high-end fele húzni, és inkább legyen egy, de nagyon jó minőségű palettád az átlagos sminkedhez, mint sok kevésbé jó minőségű. Itt nem állítom, hogy az összes drogériás, tudjátok az én csatornámon főleg, szoktam is mondani, hogy a drogériában nagyon jó minőséget találok, de azért nagyobb eséllyel találsz, nem hiába van az, hogy a Dior, meg a Lancôme, meg ezek a szemhéjpuder paletták általában nem brutál pigmentáltak, nem attól lesz feltétlenül jobb minőségű, mert az a márka, mint egy Dior, meg Lancôme, ugye azt a réteget is akarja kiszolgálni. Hogy kezd jól megfogalmazni? Tehát nyilván nem az egyetemista réteget, se pénztárcában, se ráncos szemét tekintve, viszont aki már megteheti, hogy erre költ, az már eleve valószínűleg inkább a 40-es korosztály lesz, és akinek fontos, hogy erre költsön, az szintén a 40-es korosztály lesz, és ezen kívül pedig az a minőség, amit ők produkálnak, nyilván egy picivel drágább technológiát is, meg anyagokat is jelent, úgyhogy azért van oka annak, hogy miért drága mondjuk egy Dior, és miért van az, hogy de közben meg nem ilyen brutál erős, mert ott nem az a lényeg, hogy brutál erős legyen, hanem finom. A 40-es korosztály úgyse brutál erős minket csinál magának általában, hanem finomat. Úgyhogy nem tudom, hogy ezt most sikerült érthetően elmagyaráznom, de ez az oka annak, hogy egy Dior vagy egy Lancôme az lehet, hogy szebben mutat a szemhéjen egy idősebb hölgynek, mint mondjuk egy Revolution, ugye? Na és akkor ott tartottunk, hogy felkentem a szemhéjalapot, ami krémes volt. Ennek most van egy nagyon minimálisan ragacsos állaga, ami szerintem előnyös, és én így szeretek jobban dolgozni, mert még jobban beletapad a por, és még tartósabb lesz. De nehezebb így dolgozni rajta. Ha azt érted, hogy neked így nehéz a füstösítés, akkor rakj rá egy ilyen valamilyen nagyon-nagyon-nagyon finom szemhéjpúdert. Általában a transzparens púderek, meg ezek a nagyon-nagyon-nagyon finom örleményű púderek lesznek jók erre, amit ugye a MAC Paintpotnál is mutattam az előbb a kezemen. Tehát lényeg az, hogy nehogy lenehezítsd, és ne legyen túl sok és vastag rétegű por, mert akkor meg nem fog beletapadni a szemhéjpúder sem. Én viszont jobban szeretem így hagyni, mert így úgy érzem, hogy még jobban bele tudom
tapasztani a port a krémbe. És ami meg fontos volt, ugye, hogy ne legyen fényes a szemhéjalap, mert azt mindenhova kened, és mindjárt el fogom mondani, hogy hova nem szabad fényeset rakni, de hova előnyös. Például az egyik nagy különbség az érett bőr meg a szalagavatos 18 éves lány sminkelése között, az pont az, amit az előbb már pedzegettem, hogy megpróbálok mindig finomabb színeket választani. Ez például egy nagyon pici finom bézs, a Tourist Simás Short Shader Brush-sal, tehát a picike fejű szemhéjalnyaló ecsettel fogom elkezdeni. És mondjuk egy szalagavatos lányra lehet, hogy egy hófehéret választottam volna, hogy jól kirikítson, és még ráraknék pluszba egy kis sejempolt is, nem fogok. És egy szalagavatos lánynál mondjuk ide kiraknám ezt a port, és itt is csillámokat raknék. Ehelyett én ide ki se jövök most, hanem egy picit beljebb kezdem el az egészet. Az egész szemsminket egy picivel lejjebb, beljebb fogom húzni, és nem fogok akkora területekre kitérni, mint amikor egy szalagatost sminkelek. Azért is, mert hogyha ezt a port ide kihozom, a matt port, az is ki fogja emelni a ráncokat. Illetve ezt is nagyon szépen így eldolgozgatom, és még arra is nagyon figyelek, hogy ugye akadhatnak itt csíkocskák benne, attól, hogy nem tudott minden ránc minden oldalára szépen föltapadni a por, ezért arra is figyelek, hogy a másik irányba is elmozgatom az ecsettel az anyagot, jobbra is, balra is, és így nem lesznek ott ilyen kis csíkocskák, fölfele is, minden irányba is. És amikor a mélyítő fölé érnék, ott már elfogy az anyag, mélyítő fölé nem is megyek ezzel, ne emeljük ki. A következő mozzanatom két okból lesz fontos, de nem azért, hogy hű, de látszódjon maga a szín. Tehát egy előzőnél kicsit sötétebbet, de elég bőrszínű színt választok, és egy nagyon nagy satírozó ecsetet, amivel csak ilyen kis suhantást tudok felrakni a szemhéjra. Ennek a szerepe az lesz, hogy egyrészt itt is fixálja a felhordott krémes szemhéjalapot, a másik szerepe pedig az lesz, hogy valamilyen por legyen itt, mert hogyha nincs, és mondjuk elkezd izzadni a vendég, vagy valami történik, akkor a szempillaspirál ide könnyebben fel tud tapadni. Viszont, hogyha egy picikét átsuhanok itt egy kis porral, egy valamilyen kis matt porral, akkor megakadályozzuk ezt is, és fixáljuk a szemhéjbázist is. Viszont ennek nem kell láthatónak lennie konkrétan, viszont a füstösítésen is segíteni fog, mikor majd itt akarom a sötétebb színt ide beledolgozni. Tehát akkor igazából három funkciót is látál most, hogy így összeszámolom. Most rátérhetünk a sötét színre, de általában én nem választok itt ilyen feketét, meg ilyesmit, meg annyira nagyon brutál, erős barnát se, hanem inkább egy ilyen közepesen sötét barnát, vagy annál egy picivel sötétebbet, de nem az a nagyon-nagyon-nagyon sötét. És a Tourist Simás Small Blending Brush tetejére, csak ide a hegyére vettem föl anyagot, picike satírozó ecset. Lepecögtettem jól laposan, mert nagyon fontos, ne poroljuk oda a szeme alá az egész sminket. És hogy ez pontosan hova rakom, ez kulcsfontosságú lesz az egész sminkre tekintve. Ugye, amikor rejtett szemhéjat sminkelünk, vagy pedig megereszkedett szemhéjat, ez bizonyos szempontból ugyanaz. Nyilván az egyik genetika, a másik pedig öregedéssel járó folyamat. De az közös a kettőben, hogy amikor kinyitja, meg amikor becsukja, nem teljesen ugyanoda esik a szemhéj. Ezért ki kell sminkelnünk csukott és eleresztett szemhéjjal is, és felhúzott vagy kifeszített szemhéjjal is. Ezt igazából, ha másnak csinálod, akkor ez a titka, hogy először megcsinálod felhúzott szemmel, ha önmagadnak csinálod, akkor pedig fölemeled az álladat, magad elé tartod a kis tükrödet, és úgy nézed meg, utána pedig leengeded az álladat, szembenézel a tükörrel, és úgy nézed meg a sminket, teljesen eleresztve úgymond a szemhéjadat. Tehát először úgy kezdem el sminkelni, hogy csak el van engedve, nem is feszítem ki, semmi erőlködés, mint hogyha nem is lennének ráncok, csak elkezdem lerakni a legsötétebb részt ide. Sminkoktatásaim során én ezt egy D betűnek szoktam hívni, ami azt jelenti, hogy az egész mozgó szemhéjnak az egy harmada, a szempillasor a másik vége, aztán pedig a mélyítő alatti szakasz, tehát magyarul így egy fordított D betűt, itt pedig egy rendes D betűt rajzol ki, de lényeg az, hogy semmiképp se szabad ezen túlmenni ilyenkor, mikor lerakom az anyagot. Mert hogyha ott kiszaladsz, akkor biztos, hogy kijebb megy, mint ahogy az ideális lenne, és akkor elkezded visszatörölgetni,
és na, akkor lesznek problémák. Illetve ugye arra is gondolnunk kell még, hogy ezt, amit ide fölvittem, még el is kell satíroznom, azáltal pedig beljebb, följebb, kijebb fog úgy is csúszni. Tehát először csak itt ezen a részen letapogatom ezt a port. Ha ez megvan, hozok még egy pici port következő körre. Megint csak ide a hegyére veszek föl anyagot. Jól lepöcögtetem, pöc, és most felfeszített szemhéjjal is kisminkelem. És most kitöltögetek minden olyan ráncocskát, ami az előbb kimaradt, mert nem feszítettük föl. Így, és ha ez is megvolt, akkor leszedek mindent az ecsetről, papírra vagy a kezemre. És most kezdem el eldolgozni, amihez viszont fontos figyelembe vennünk pár dolgot. Az egyik az, hogyha nagyon belelendülsz itt a satírozásba, ugye most már a közepét békén hagyom, hogy ott maradjon a sötét rész, és csak a széleket fogom elfüstösíteni, de ha nagyon belelendülsz itt a satírozásba a mélyítő vonal mentén, akkor az ecsetet vezeti így a mélyítőt, és nagyon hajlamos az ember akkor így kiszaladni. És hogyha nagyon kiszaladtál, ezt itt nem látod még problémának, de amikor kinyitja a szemét, néz a kamerába kérlek, látjátok, hogy mennyire lecsusszan? Na, ezt véletlenül sem szeretném, hiszen szeretném megemelni a szemformát, főleg, hogyha valakinek rejtett, vagy ereszkedett, vagy idősebb, ráncosabb már a szemhéja, akkor egyébként is hajlamos így lefele húzni az egész szemhíjat, lefele irányba deformálni, úgymond. Ezt mi meg szeretnénk akadályozni, és fölfele szeretnénk kívánni, hogy megemeljük az egész arcát, tekintetét, az összképet. Úgyhogy idáig nem fogok kijönni vele, és ezt ugye tudatosan figyelem is, hanem inkább csak itt fölül satírozgatom el első körben, meg itt középtáj fele. Középre még nem rakok semmit, hogy oda tapadjon még jól a következő szemhéjpuder. Viszont amikor itt szeretném elsatírozni, azt már nem ezzel a mozdulattal csinálom, hanem ide lerakom az ecsetet, és így fölfele húzgálom. Tudatosan, szándékosan, direkt fölfele. Aztán majd még ezt folytatni fogjuk alulról, ez majd a következő lépés. De most ez volt a fontos, hogy ezen a részen ne lendülj be ilyen mozdulatokkal, és nehogy lefele húzd, hanem itt így. Utána pedig, hogy lássuk, hogy mennyire lett jó ez a satír, nyitott szemmel nézünk a tükörbe, vagy megkérjük a vendéget, hogy nézzen a tükörbe, és megnézed, hogy itt látható-e a füst. Az kellene nekünk, hogy amikor kinyitja a szemét, akkor is legyen valami füst itt, mert sokszor ez eltűnik, ugye? Ezért szoktam olyat csinálni, hogy még egy minimálisat, de már csak tényleg minimálisat, fölveszek, és te is nyitott szemmel a tükörbe nézel, anélkül, hogy bármit is feszíteni a bárhova, vagy megkérem a vendéget, hogy nézzen szembe a tükörrel, és nyitott szemmel bejelölöm, hogy itt kell, hogy legyen füst. És amikor becsukja, csukva kérlek, akkor látom, hogy hova jelöltem be, hol hiányzik még esetleg. Nyisd ki kérlek. És akkor most, hogyha kinyitja is, látok némi füstöt ott, viszont nagyon-nagyon fontos, hogy semmiképp se érjen hozzá a szemöldökhöz, és ez csak egy éppen, hogy látható, éppen egy kis vékony sáv legyen, tehát ne legyen olyan túl magasra feltolva, de azért, mikor kinyitja, akkor látszik, hogy itt van füst. És ennek az iránya mindenképpen ilyen kis mandula szem irány legyen, tehát ez azt jelenti, hogy ilyen szép íves, aminek kellene normális módon a mélyítőnek lennie, és ugye véletlenül nem olyan, mert nem ideális a szem formája, vagy már ugye a ráncosság miatt a bőr nem ideálisan áll, akkor azt te ráerőltetett, tehát nyugodtan azért is vagy ilyen pici fejű ecset, mert ennek a hegyével te rá tudsz ide bármit rajzolni, akkor is, ha nem úgy adja ki a szemforma maga. Azt egyébként elfelejtettem hozzátenni, hogy nyugodtan lehetem úgy is kezdeni, hogy először kifeszíted, és utána eleresztve csinálod meg még egyszer ugyanazt a lépést. Annyiból talán ez még így jobb is, hogy amikor eleresztett állapotában kezded el kifesteni, akkor lehet, hogy csíkocskák kimaradnak, és amikor felfeszíted, akkor lesznek benne csíkok a sminkben. Ez azért nem probléma abban a sorrendben sem, mert utána így ki tudod tölteni. De talán még egyszerűbb, hogyha így kezded, hogy először felfeszítve, és akkor utána leeresztett
szemhéjon pedig még egyszer. Fölül még nem fejeztem be, de most alulról fogom folytatni azért, hogy a formáját bebiztosítsam, hogy az biztos, hogy jól álljon, és biztos, hogy fölfele emeljük a szemét. Én most a Turbo Steam Eyeshader Brush-t hoztam, tehát a picike fejű, jó kis éllel rendelkező szemhéjárnyaló ecsetet. Ez azért fontos, mert ennek fogok az élére, és csak az élére felvenni ugyanabból a barnából anyagot. Pöt. Kialakítom még jobban a fölfele ívelős szemet, ami azt fogja jelenteni, hogy itt alul, mintha csak ceruzáznám, kicsit vastagabban, aztán egy picivel vékonyabban, majd annyira vékonyan, hogy itt el is tűnjön, behúzom. Ezzel a mandula formára is ugye rá fogunk egy kicsit segíteni. A másik fontos pedig az, hogy innen most egy nagyon picit elindulok fölfele, ezzel az ecsettel egy pici satírt még ide hozok. És amikor csukott szemmel még ide fölfüstösítem ezt a kis úgymond csíkocskámat, de nem látszott majd a csík végeredményben, csak a füstnek adtam egy alakot. Hozok is még egy picike barnát. Nézd fel kellene. Így, csupa. Így. Ide összedolgozom. Akkor ez is egy kis megemelő hatással fog bírni. És akkor látjátok, így az egész nagyon-nagyon-nagyon finoman, tehát nem annyira feltűnően, mint ha ide hoztál volna egy tusvonalat, de nagyon-nagyon finoman mégiscsak ad egy ilyen kis határvonalat és egy ilyen kis vonalvezetést, amivel az egész szemét egy picivel följebb húzzuk, ahelyett, hogy ugye lecsúsztunk volna és lefele öregíteném még jobban. Most ezt a sminket befejezhetnénk úgy is, hogy ide nem rakunk már semmit, vagy hát egy ilyen púderszínű valamit rakunk és kész, tehát valamit ugye a kettő szín közé egy átvezetőt, de úgy is befejezhetjük, hogy fényeset is rakunk bele. Na és én fényeset kifejezetten szeretek ide középre rakni, mert itt van a legkevesebb ránc. Nem szabad a fényessel semmiképpen se ide felszaladni, mert akkor ezt viszont ki fogjuk emelni. De ha jól megnéztek közelről, akkor itt van a ráncok többsége. Na ezt a részt mindenképp elkerülöm. Illetve akárkinek a szemét is sminkelitek, vagy a magadét is sminkelet, keresd meg, hogy hol van a legkevesebb ránc, és oda rakjuk. A másik pedig, hogy nézd meg, hogy amikor kinyitja a szemét, akkor nézd meg, hogy mi fog kilátszódni. Na hát, nyilván minél rejtettebb szemű valaki, vagy minél ráncosabb valaki, annál kevesebb. De ha látod, hogy itt egy kevés kilátszik, és ráadásul ott ránc sincs, akkor oda például egy kis fényeset, ha csempészel, meg ugye itt is látjuk, ott kilátszik. Ha oda egy pici fényeset csempészünk, csupa egy picit, akkor az viszont nagyon fel tudja dobni a tekintetet. Turbo Steam Eyeshader Brush-sal fogok egy nagyon finomat, egy ennyire fényeset, tehát nem hatalmas csillám bogyókat felpakolni, hanem csak tényleg egy ilyen kis visszafogott kis csillogást. Ennek az ecsetnek is az élére vettem föl, meg egy kicsit lejjebb, de az élén legyen mindenképpen. Jól lepöcöttetem. És ugye emlékeztem, mert megnéztem, meg látom is, hogy itt van legkevésbé ráncocska, de ha kinyitja a szemét, akkor az a pici fényesség azért ott jól tud mutatni, hogy meg-meg csillan, viszont ide nem nyúltam vele, tehát azokat a ráncokat nem fogom kiemelni. Ha pedig lecsukja, akkor pedig még ezen a részen nyugodtan felrakhatod, csak nagyon óvatosan és keveset, mert amikor csukott szemmel fogja valaki látni, akkor ezt a részt még itt fogja szintén látni, tehát ahogy lenéz, fölnéz, mozgatja majd a szemét, fejét, meg pislog, akkor azért ez így fog egy kicsi kis csillámlást mutatni. És pont annyit, hogy az eltereli a figyelmet az egyébként ráncokról, vagy ráncos szemrészekről, és egy ilyen kis finom, hogy is mondjam, highlightot, szemkivilágosítást ad. De itt már semmiképp sem megyek följebb, mert látjátok, ott indulnak igazán a ráncosabb részek. Hát a következő kérdés, hogy rakjunk-e eyelinert? Ha raksz, akkor én a barnát javasolnám általában. Nyilván most lesz olyan, aki azt mondja, hogy rajta a barna borzalmasan mutat, és igaza is van, de általánosságban inkább nem raknék rá fekete erős eyelinert, hanem inkább egy ilyen visszafogottabb barnát. Ez annyiból jó ötlet lehet, ha vékonyan tudod kezelni,
hogy kis melegséget ez is tud adni, illetve rendkívül strapabíró vízálló. Úgyhogy ha nagyon magabiztos szeretnél lenni, hogy biztos nem fog szétfolyni, főleg ha izzadós korszakodban van, vagy mondjuk klímax, vagy mondjuk 60 fok van nyáron, akkor inkább eyeliner, mint ceruza, mert a ceruza könnyebben elmászik. Viszont ha csak pici finomságot szeretnénk adni, akkor meg inkább ceruza, ez például a Hea Hypoallergén Dark Brown nevű ceruzája, amit használni fogok, akkor inkább csak egy finom barna, sötét barna ceruzával húzd ki egy picikét, azt is mutatom, hogy hogyan. A másik, amit figyelembe kell venni, hogyha eyelinerezel, hogyha kihúzod itt eyelinerrel, és kinyitja a szemét, és egyébként is kicsi volt az a rész, ami kilátszik ebből, akkor eltünteted az egészet, és akkor sokkal jobban összehúzod, és sokkal jobban kiemeled, hogy ráncos, meg hol vannak a ráncok pontosan, meg hol kéne állni annak a szemnek, és hol nem áll. Úgyhogy ezért az eyelinert nem nagyon szoktam javasolni. Viszont a ceruzával egy nagyon picit itt alul, de tényleg csak picit, nagyon minimálisan vízvonalon. Ha vízvonalon szeretnél erősebbet, és szeretnéd, hogy tartós legyen, akkor gel liner. A ceruza az általában azért nem tartós annyira ott. És fölül is csak éppen, hogy itt egy kicsit szeretnék fölvinni, mert ha ide behúzom, akkor eltűnik minden, amit kifestettem gyakorlatilag, mikor kinyitja. De ennyi viszont, az is akár elfüstösítve, vagy akár így hagyod. Ennyi viszont, nyisd ki kell, ennyi viszont pont elég ahhoz, hogy egy picike kontrasztot itt adjon. És ez a picike kontraszt ráerősít továbbra is erre a mandula szemalakra, amit el szeretnénk érni. Úgyhogy az ott szerintem nagyon szépen mutat, de tényleg csak így keveset és finoman. A másik trükk, amit még használhatsz, hogy te szeretnéd kicsit üdíteni, fiatalosítani és tágabbá tenni a tekintetet, nagyítani a szemed, akkor lehet használni testszínű szemceruzát még erre a célra. Amilyen túl erősen nem fog látszani, de az összképen azért számíthat. Akkor viszont nem a barnát rakod a vízvonalra, hanem ezzel a ceruzával egy picikét itt kivilágosítod. Mint látjátok, ez igazából csak ilyen bőrszínű, tehát nagyon keveset ad hozzá, de egy picit ki tudja ott tágítani még a szemet. Szempilla spirál forma választással kapcsolatban pont a napokban volt egy videóm, és ott mondtam nektek, hogyha nehezebben lehet beférni valahova, vagy ha kevésbé gyakorlott a kezed, vagy hajlamosabb vagy összekenni, akkor érdemes egy kisebb fejű, szűkebb fejű, vékonyabb fejű és szilikonos spirált választani. Nekem pont nem ezek a kedvenceim egyébként, viszont, ha már életből videó, akkor azért akartam ezt hozzátenni, mert van olyan, hogy ugyan a pilláid mondjuk nagyok lennének, de már nehezebben férsz oda, akár például azért, mert akár nehezebben látod, akár mondjuk megereszkedett körülötte már a szem, héj, bőr, stb. És hogyha ilyen problémáid is vannak, akkor jobb, hogyha egy szilikonos és szűkebb, ilyen kis vékonyabb fejűt választasz. Egyébként a szilikonos jobban szétválasztja, de kisebb volument ad általában. Az pedig azért sem baj, mert kevésbé akarunk ilyen nagy dráma is minket általában. Az inkább a szalagolatos lányok specialitása. Úgyhogy egy ilyen, mint például ez a Sky High is megfelelő lehet. Természetesen fixáló sprével még egy kicsit tudod a szemhéjat is fixálni. Én azért szeretem a MAC-nek ezt a Pre Plus Prime fixáló spréjét, mert ez ugye lehet előkészítő is, meg felfrissítő is, meg fixáló is. Ennek ilyen kis nedves, vizes hatása van és érzete, nagyon jól fel tudja frissíteni a sminket. Viszont arra figyelni kell, hogy mindenképpen, ha magadat sminkeled, meg fixálod, akkor tartsd fel az álladat, és lefele a szemedet, és csukd be, és úgy próbáld meg, hogy minél jobban ki legyen feszítve a szemhéjad, amikor ráhull a permet, akár azt is megcsinálhatod, hogy magadnak egy kicsit felfeszíted,
felrázod a kis permetet, vagy ez fixálósprét, ezt mindegyiket érdemes felrázni, és akkor fölülről fújsz rá, úgy is, hogy az egyik szemhéjadat feszíted ki egy kicsit, úgy is, hogy a másikat feszíted ki egy kicsit, majd aztán az egészre egy kicsit, és akkor így garantálod, hogy nagyjából azért mindenhova be tudjon szépen hullani a kis fixáló, illetve ezt a konkrétan ezt a meket érdemes egy nagyon picit így betapogatni, de csak így éppen, hogy tehát nem kell nagyon törölgetni. És akkor kész is vagyunk. Na hát elkészült a smink, remélem, hogy tetszik nektek is. Rengeteg minden van még a tarsolyomban, úgyhogy még tervezek további videókat hozni a témában, meg hát még nagyon sok mindenre kisetértünk. Ma a szemhéj sminkelése volt a fő szempontunk. Úgyhogy ha tetszik nektek ez a videósorozatom, akkor mindenképpen írjátok meg kommentben, és mindenképpen iratkozzatok fel a csatornámra, és lájkoljátok ezt a videót. Mi pedig nagyon köszönjük, hogy velünk tartottatok, neked is nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm. És legyen tudás napotok. Sziasztok! Sziasztok!